Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen mától 4 fehérvári beszélgetést szántunk annak, hogy Székesfehérváron a Balettszínház bemutatja Shakespeare Rómeó és Júlia című nagyszerű drámájából, örökbecsű, csodálatos drámájából készült Prokofjev balettet. És erről fogunk beszélgetni mától 4 műsorban, a vendégeim pedig Fernando Gabriel Ruiz Rómeóként, Cristina Porrero Mormeneo, jól mondtam? Porres Mormeneo, igen. Porres Mormeneo, és természetesen itt van velünk Egerházi Attila, aki rendezőként és koreográfusként jegyzi ezt a darabot. Örülök, hogy itt vannak velünk. Köszönjük szépen velünk a meghívást. No, kérem szépen, hát azt kell tudnunk, hogy a Shakespeare-ről már beszéltünk, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezt követően ez egy örökbecsű darab, ami minden számunkra. A szeretet, a gyűlölet, az érzékiség, minden benne van, ami általában az életünket kíséri. És ezt követően természetes volt, hogy nagyon-nagyon sokan feldolgozták. Ugye Georg Benda volt az első, egy cseh zeneszerző, aztán Bellini, Berlioz, Gounod, Csajkovszki, Prokofjev, ugye, amiről beszélünk, 1936-ban teremtette meg azt a lehetőséget, hogy most 2019-ben még balettként is láthassuk ezt a csodát. Aztán utána a Bernstein, a West Side Story-t nem feledhetjük, hiszen a bizonyos értelemben már a mai korba ágyazta. Zeffirelli nem különben, hiszen egy remek filmet láthattunk, és nem régiben erről beszéltünk, illetve én mondtam, hogy egy kortárs barátunk, Gerard Presgurovics, a Romeo és Giulietta címmel is egy remek, azt mondom, hogy alternatív filmet készített. Ugye a tragédia nyomán, a Shakespeare tragédia nyomán, tehát sok darab született, és bizonyos vagyok benne, hogy a nézőink is számtalan balett előadást láttak már, viszont nagyon fontos, hogy miként látjuk ma, miként látja a rendező és koreográfus. Attila, te úgy fogalmaztál, hogy táncszínházat álmodtál meg, egyedi formanyelvvel, újrateremtést, amikor a szerelem, a szeretet, a gyűlölet, a félelem és a gyarlóság egyként megmutatkozik kicsit táncszínházi módon. Ezt értelmezzük. Igen, tulajdonképpen alapvető célom volt az, hogy ne illusztráljam a Shakespeare-i művet, vagy Prokofjev gyönyörű zenéjét. Egyik legcsodálatosabb, legelementálisabb erejű balettzenéről beszélünk, a Prokofjevi Rómeó és Júliáról. Egyébként említettél ugye Zeffirellit is. Én még ide visszacsatolva betennék egy a Tarantino, ugye, aki egy nagyon érdekes módon referenciákkal a Zeffirelli filmre és a korra a filmbe. Egyébként ez, azért említettem most ezt meg, mert ezek a referenciák a klasszikus balettre, vagy a műklasszikus feldolgozására nálam is megvannak, jelmezbe, díszletbe, illetve koreográfiába, de csak referenciák, egyébként pedig egy kortárs tánc nyelven íródott táncszínház, de nem is a tánc nyelv talán a legfontosabb, miközben igen. Én azt gondolom, hogy egy ilyen műnél, ami egy történetmesélő mű, ugye Shakespeare történetét, ami nem egy nehezen megérthető történet, nem maga a történet a legfontosabb, ha szabad azt mondanom, mint hogy Shakespeare-nél is a nyelvezet. Az a nyelv, ahogy ő ezt megírta, és költészetté fogalmazta ezt a primér történetet, vagy aztán a Kosztolányi fordításában magyar nyelven az, egy költészetté fogalmazódott ez a egyébként elég egyszerű történet, aminek a mögöttes indítékai nem is olyan egyszerűek, hiszen olyan alapvető dolgokról beszél benne Shakespeare, a legalapvetőbb dolgokról, amik mozgatnak minket, embereket, ezek az energiák, azok nem mások, mint a szeretet és a félelem. A szeretet egyik legerősebb megnyilvánulási formája, manifestáció a szerelem, és a félelemnek pedig a gyűlölet. És ebben a darabban mind a kettő benne van, hiszen a gyűlölet mozgatja a két családot egymás ellen, és a szerelem, a szeretet mozgatja a két főszereplőt. És ugyanúgy a koreográfiába, vagy egy balettba, vagy egy kortárs balettba, vagy egy táncszínházi műbe, azt gondolom, ami a legfontosabb talán a nyelvezet, mint hogy a zenébe is, a Prokofjevi zenébe, amit nem ahol a szavak véget érnek, szoktam volt mondani, ott kezdődik a tánc, vagy a zene. Én gyakorta eszembe jut, hogy kell-e aktualizálni egy történetet. És a táncnyelv
illetve a dráma, tehát a Shakespeare tragédia miként jár kézen fogva. És azt gondolom én, hogy igen, lehet is, kell is, egy kicsit másként. És ezért lennék kíváncsi arra, hogy Júliaként, illetve Rómeóként, ti miként látjátok ezt? Hogy változik? Az aktualizálás. Tehát az aktualizálás. Hogy lehet aktualitássá, vagy kell-e aktuálissá tenni a nyelvezetet, gondolom. Igen. Tehát a történet. How you can see the actualization, la manera de cambiar los caracteres de los dos para la versión de Attila. Én úgy érzem, hogy amikor a koreográfus kér, hogy legyen így az a Júlia, amit ő képzeli, akkor tőle függ jobban, mint tőlünk, hogy hogy aktualizálunk a szerep. És az igaz, hogy egy ilyen új forma tánc készült, ezt a darab, nem a klasszikus verzió, és az sokszor tőlünk is jön az inspiráció, hogy tudunk jobban kifejezni a szerep. Én szerintem Attila sokszor kér, hogy legyen eredeti, hogy ne legyen túl panel. A panel, az illusztráció nem nagyon... Hozzátennem azt, amit elkezdtél mesélni, az nagyon fontos, amikor dolgozunk együtt, és itt közösen dolgozunk ugye a táncművészekkel, hogy azt mondtam, azt kértem tőlük, hogy ne egy idolt elképzeljetek, ami nem létezik. Tehát nem létezik Júlia, és nem létezik Rómeó, ez csak Shakespeare fejében létezik, és ezt a nevet adta nekik, de adhatta a Mancika, az is lehetne a neve, csak nem olyan költői. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy legyél magad, legyél Krisztina, legyél Fernando, és képzeld el azt, a történetet, és azt a drámát, amit Shakespeare leírt, és ne pedig egy idolt rajzolj meg, ami egyébként meg nem létezik. És ez volt egy érdekes, tulajdonképpen magukat kellett keresni ebbe a szerepbe. Mert akkor nem igazi, nem jön belül, és akkor nem tudjuk úgy elvezni is a szerep. Tehát bizonyos értelemben fontos, hogy harmonizáljon a lényetekkel a szerep. Igen. Teljes mértékben. For me, this version of Romeo and Juliet is about the humanidad. Ez a verzió, ez az emberségről, az emberiességről szól. And that is the most difficult part of this role. Because you don't need to do the illustration, you really need to feel the love, the hate, all this feeling like is inside of you. Mm-hmm. Hogy nem illusztrálnia kell a történetet, ez a legnehezebb, tehát saját maga, ezeket az érzéseket magába kell megtalálni a Rómeóként is. Tehát a gyűlöletet és a szeretetet és a szerelmet és ezeket felnagyítva, ezeket az érzéseket meg kell találni a magában. Hogy találkozik egymással az ösztönös és a tudatos a szerelem a szerepen belül? Tehát kérdezem a Júlia és a Rómea szerepén ösztönös, belül. Tehát ösztönösen és tudatosan. A tudatos nyilvánvaló, amit a rendező kért, ahogy megkoreografálta a darabot, viszont az ösztön, ami a lényedből fakad. Just come from you. And the consciousness. How so, you can you say in English like this with both? How is coming from? The consciousness and the feeling which is coming from inside of you, as you are, and with the consciousness how you can deal with this in the role when you form the role, when you express the role. Because one way you should be in consciousness, the other way you should be in natural feeling. Nagyon nehéz találni ezt a balanc, mert persze amikor emotion, az érzés jön ki, az sokszor meg, igen, vezet máshova, és akkor a zenevel kell csinálni mozdulat, meg a technika is ott kell, hogy legyen, szóval ez az izgalmas, nagyon izgalmas szerintem, hogy fejlődünk is együtt a teremben, mert ez nem egy nap alatt jön, és az, amikor próbálunk, mindig jobban és jobban derül ki, hogy milyen irányba tudunk menni, és az szerintem nagyon nehéz szerep ilyen szempont volt, mert tényleg nagyon sok színe van, nagyon sok mozdulata, nagyon sok háttér, hogy mit mozdul, információ, és ezt összetenni egyszer. Azért el kell mondjam, hogy ez mind a két szerep, egyébként minden szerep ebbe a darabba, és nem csak a Róma és Júliáé, de mondjuk az övéké talán legjobban, technikailag nagyon nehéz. Tehát mind ugye
kondícióra. Például csak a nagy padödő, ha úgy veszem, az 8 perc, és az végig repül. Tehát kondicionálisan is nagyon nagy kihívásokat jelent nekik, és technikailag, tánctechnikailag nehéz szerep. Ennyi a tudatos részéről, tehát amikor a szerepet meg kell formálni, ugye az az egyik része, a másik része pedig az, hogy ezeket ugye el kell feledni, vagy felettetni a nézővel, hogy itt nagyon nehéz technikai elemeket kell megoldaniuk, és közben hát színészi feladatokat kell megoldani, elég komoly színészi feladatokat. Hiszen, ha belegondolunk, itt a társadalmi konfliktus szituációk kiélezettek. Hát ezt nem. Látnunk kell táncnyelven, és a mimikában is gondolom, hogy a színészi feladatok is. Én azt gondolom, a mozdulatokban ez kifejezésre jut, és azoknak a mozdulatoknak a kivitelezése által is kifejezésre jut. Tehát kevésbé használok én a darabba pantomint, vagy direkt módon mimikát, vagy mímust, hanem inkább a mozdulat maga, illetve az az emóció, ami megjelenik az arcukon, belülről, és nem pedig kívülről ráfestett emóciók, hanem belülről kisugárzó emóciók. Egyébként szerintem a színház és a színészet lényegése ez, hogy nem ráfessük a mimikát az arcunkra, hanem belülről sugározzuk ki. Ez egyébként a táncművészeknél is ugyanígy van, csak közben még nehéz feladatokat is meg kell oldaniuk. Rómeó és Júlia számára melyek a kulcspillanatok? Ez nyilván a próba folyamat során gyorsan napvilágra került. For you and you, what the key moments on the stage, not the stage yet, but the moment that you feel the most important moments for you, let's say. Role. I mean, of course, for me is the balcony padede. A nagy padede, az erkély jelenet. Is the resume of Romeo and Juliet, the love that they feel each other. Abba a csúcsosodik ki az, hogy ők szeretik egymást, illetve hát, hogy... The death of Mercutio and Tybalt. A halál, Mercutio is, ugye, aki Róma barátja, és Tybalt halála. Because is that moment of the confrontation? Akkor ez a konfrontációnak a csúcspontja tulajdonképpen? Between this hate that you feel for some people that you don't want to feel, and this love that you feel for this is very important, hogy a ő neki rómaiként ugye meg kell élni a színpadon, hogy az a gyűlölet előjön belőle, amit ő nem akart érezni ugye Tybalt iránt, de mivel ugye a barátját ugye megölte, Mercutiót, Tybalt megölte, és ezért ez a gyűlölet benne ugye előjön, és ez nehéz. 2013-ban már megrendezted a Rómeó és Júliát, ugye, és ráadásul Krisztina Tália díjat kapott Júlia megformálásáért. Igen. Mennyit változott benned a Rómeó és Júlia koreográfusként, rendezőként, emberként, és mennyit látsz te ebben a változásban? Mennyit változott? Maga a darab nem változott bennem, hiszen a hozzáállásom a darabhoz az ugyanaz maradt. Nyilván, hogy az eltelt idő folytán gazdagodott az a kép, amit én látok erről a darabról, és annak megfelelően bizonyos jeleneteket én át tudtam dolgozni. És ami nagyon fontos, én mindig táncosokkal dolgozom, tehát emberekkel, művészekkel. És hogyha az a művészember nekem mást mond, mást jelent, más a karaktere, vagy eltérő karaktere, már pedig eltérő aki korábban táncolt egy szerepet, akkor óhatatlanul én alakítok a koreográfián. Ezek nem nagy alakításokat jelentenek, sok esetben igen, de mondjuk itt a Rómaiónál nem kellett, akkor alakítok, és akkor mint egy szabász a ruhát rászabom a táncosra. Ez az, ahogy én ehhez a kérdéshez hozzáálltam. Ezt a Krisztinál nem kellett, ugye, mert ő volt a múzsám ebbe a darabba, az egyik indíték, amiért én ezt a darabot sok más mellett én ezt meg koreografáltam, de adva volt egy Júlia, és meg kellett csinálni köré a Shakespeare darabot. Ott vele kapcsolatban nem változtattam, de például már a Rómeónál igen. Te hogy láttad? Hát én nem, az én szerep, ahogy ön mondta, nem változott, de ahogy én táncolok most, érzem a változást, érzem az idő is, hogy sok évet teltek, én öregebb vagyok, és ugyanúgy kell, hogy fiatal táncoljon a darab. Plusz még nagyon sok munka az, hogy betanítani, bent lenni, kint lenni, és
ugyanúgy az érzés, hogy jöjjön ki belőle egy másik partner, aki soha nem táncoltam ilyen nehéz. Hát ezt el kell mondani, mert a nézők nem tudják, hogy tulajdonképpen ő, a Krisztián nem csak az egyik szólistája társadat, hanem a vezető balettmester is. Jövőre már lesz másik balettmesterünk, ami megkönnyíti az ő munkáját is, és a társulat munkáját is, de jelen pillanatban nincs. Úgyhogy én ilyet nem is tudok, hogy van-e olyan a világon, hogy valaki egy ekkora, egy háromfelvonásos balettet úgy állít színpadra, hogy a balettmester maga Júlia, plusz a betanító balettmester is, úgyhogy ez egy megsüvegelni való teljesítmény önmagába véve is, Guinness-be illő teljesítmény, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon, nagyon jól elvégzett munka, tehát amikor én ugye most már dolgozom a koreográfiákon, és dolgozom az együttesén, már úgy kaptam meg készen, hogy a Krisztina ezt betanította tulajdonképpen. No, egy kicsit essék szó Rómeóról. Ugye, tehát ez egy új szerep, egy új tánc, és én azt gondolom, hogy ez egy óriási kihívás, hiszen általában a balettművészetnek, ha Prokofjevet vesszük, a Hamupipők emellett, ugye a Rómeó és Júlia a csúcs mindenképpen, de ha a balett irodalmat nézzük is, a Rómeó és Júlia is ott van a top X-ben. Tehát ennek tükrében ugye óriási kihívás. Hogy készül fel egy táncos egy ilyen szerepre? How you take the role and how you prepare yourself? I never thought that I will do a role like this. Soha nem gondolta, hogy táncolhat egy ilyen szerepet. I'm really happy and glad to have this opportunity. Nagyon örül, hogy ez a lehet. And it's a lot of work about technique stuff and also kind of meditative inside of me to prepare this role. Ez nagyon sok munka a tánc technikai részére a szerepnek, és a ugye hát egy meditatív munka az emóciók megjelenítése véget. Fontos egy meditatív munkát is megkíván tőle. It's a big challenge and I... Nagy kihívás. Realized 2 weeks ago that I have this big opportunity in the first rehearsal on the stage. Hogy igen, már voltunk egyszer egy színpadi próbán, ott találkozott a színpaddal és a méreteivel, és akkor realizálta, akkor jött rá, hogy ez egy mekkora kihívás és mekkora szerepet jelent. Ha már ezt a szót elhangzott, hogy realizálás, a realitások talaján állunk. Én azt mondom, hogy ez koreográfusként is mindenképpen kihívás. Hajjaj, egy kicsit másként. Hajjaj, ilyenkor fontos-e, hogy mi történt előtte, mármint a szakmai pályafutásában egy koreográfus rendezőnek, vagy ha teljesen újat szeretne alkotni, akkor nyilvánvaló, hogy oda kell tennie magát, ezzel a szóval élek most, mert hogy ha különlegeset szeretne alkotni, olyat, amit nem feledünk mi, hiszen réteg műfaj a balett bármennyire is nagyszerű. Tehát aki most ezt megnézi, az nagyon sok következtetést fog levonni. Ennek ellenére pedig ott a másik érv, a szakmai érv, hogy ennek ellenére nem lehet könnyen venni, nem lehet játékosan csinálni, hanem ez nagyon is komoly történet. Hát hogyne, egyébként hát ez képes beszéddel vagy hasonlattal élve, ez egy gyerek születése, tehát ez nem lehet rutinszerűen. Mikor az anyának lehet 7-8 gyereke, akkor is ugyanúgy várja azzal a csodával, és ugyanolyan fájdalmakkal szüli meg a 8. gyereket is, mint az elsőt, és ugyanúgy tekint rá, hogyha jó anya, mint az elsőre vagy a középsőre. Ez ugyanígy van egy koreográfusnál, és előről kell kezdeni. Mindig előről kell kezdeni, mint hogy az életben nagyon sok mindent előről, ha akarjuk, ha nem előről kell kezdeni. Sokszor összeomlik az életünk, és előről kell tudni kezdeni. Ott van Kurázsi mama története is, és ez egy kicsit minden koreográfus Kurázsi mama, és minden egyes darabnál, és az legyen az egy rövid dolgozat, egy 5 perces miniatűre, abban ugyanúgy az egész élete benne van egy koreográfusnak, vagy legyen egy 3 felvonásos balett, mint a Róm és Júlia, sőt, sok esetben egy padödöt sokkal nehezebb megcsinálni magában, hogy az egy akkora élményt adjon, mint egy 3 felvonásos balett. Úgyhogy ebből a szempontból nézve a Róm és Júlia az egy a sorban, de nem akarom bagatellizálni a kérdést, hiszen valóban ez egy nagy megmérettetés, mert egy akkora lélegzetű műről beszélünk, ami azért embert próbáló, időben is, terjedelmében is, de ami kézen fogott és vezetett engem, az maga a zeneszerző Prokofjev, gyönyörű, fantasztikus, inspiratív zenét, és a táncosok természetesen, akikkel dolgozhattam, vagy akikkel most dolgozhatok, nagyon-nagyon segítik az én munkámat. Május 12-től számtalan alkalommal lesz szerencsénk látni ezt a balettet, ugyanakkor, tehát hadd kérdezzem már meg, hogy
Mennyi ideig tart egy komplex próba folyamat? Egy ilyen darabnál ez hát egy három is. Amikor készült a darab, tehát az ős bemutatója volt, akkor 4,5 hónap, talán 5 hónap is volt. Mondjuk nem is akartam ezzel gyorsan haladni. Lehetett volna talán rövidebb idő alatt is, de az egy 4,5-5 hónap volt. Most a betanítás az is egy 3,5 hónap. Hát januártól kezdve. Hát januártól folyamatosan dolgozik. És Krisztina, melyik lesz az a pillanat, amikor a nehézség ellenére immáron lubickoltok benne, a szerepben, a darabban? Hát én a nagy pazadőt. Vagy mikor lesz az a pillanat, amikor kész lesz a darab? When will be ready, you feel it's ready and then you enjoy. Kérdés. Jó, ez jó kérdés. Én szerintem már nagyon várunk, hogy holnap megint próbálunk a színpadon másodszor. Nagyon rövid idő van még mindig nekünk, mert kevés színpadi próbával állítjuk, nagyon koncentrált munkát igényel. Mert a technika meg a szerep vannak jobban és jobban, de ahol felmennek a lépcső, lemennek, oda készítenek a kardok, vannak a vér, vannak egy csomó minden, amit nem tudunk minden nap gyakorolni velük. És akkor szerintem már nagyon várunk, hogy jövő hét az előadás a premier előtt, már remélem hétfőn már nagyon fogunk azt érzeni, hogy kostümz, díszlet, kellék, és ebbe megcsináljuk egy főpróba, és legyen már nagyon-nagyon... Akkor először le fog tudni menni elejétől végig a darab, akkor a színpadon. Egyéb iránt a balettáncos szigorul magához mindig minden körülmények között, vagy van olyan pillanat, amikor egy kicsit megengedő? Hiszen ez fizikailag egy óriási kihívás. Nagyon szigorú, hát ez egy nagyon kemény disziplinát követem. Romeo és Júlia egyáltalán? Este szoktunk itt kikapcsolni egy picit, de egész nap, hát apró van. You feel some moments where you can a bit like relax? No. Tehát akkor most Romeoként és Júliaként élitek meg a nap 24 óráját, és ez így van rendjén. Akkor beszéljünk egy kicsit még arról, hogy ez a darab, tehát arról, ez egy csoda. Miként illeszkedik ahhoz a műsorterhez, amit megálmodtál akkor, amikor megérkeztetek Székesfehérvárra? Hiszen íve van a történetnek. Láttuk a Diótörőt, láttuk a Bolerót, láttuk a többi darabot. Ismerjük a pályafutásodat abban az értelemben, hogy mi mindent tettél annak előtte. Most ott vagytok, ahol lennie kell ennek a társulatnak? Azt nem tudom, hogy ott vagyunk, ahol lennie kell, de azt tudom, hogy ott vagyunk, ahol elterveztük, hogy lenni szeretnénk. Ez egy nagyon nagy kihívás. Egyébként egy ekkora terjedelmű balettet, egy új társulat, aki még egy éve sem, vagy évadja sem működik, nem szokott színpadra álmodni. Mi, ez egy merész és nagy fába vágtuk a fejszénket, ez egy merész döntés volt, de én biztos voltam és biztos vagyok benne, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni, hiszen most már azért a próba folyamatok végére érve ez igazolja, ez a döntés. Nagyon fontosnak érzem, hogy a közönség ezt a csodálatos darabot megkaphassa. Említetted azt, hogy mennyire fontos, hogy réteg művészet. Én szeretnék tenni az ellen, hogy ez ne az legyen. A Rómeó az egyik olyan jobb segítőm, nem tudom máshogy mondani, ezen az úton. Hiszen azzal, hogy cselekményes darab, azzal, hogy egy gyönyörű cselekményt mond el, mesél el a darab, mesélő darab, amellett egy nagyon erős dráma, amellett gyönyörű zenéje van, drámai zenéje van. Ha csak valaki koncertként beül és meghallgatja, olyan élményt kap tőle, hogy az csak na. Na most emellett még ezt vizuális élményen kap, és színházi élményt kap, táncszínházi élményt kap. Azt gondolom, hogy ez egyik olyan legerősebb darabunk ilyen szempontból, ami bevezetheti Székesfehérváron a táncszínházi műfajt, hogy később majd olyan darabokat is tudjunk színpadra állítani, még táncversek, és esetleg el lehet hagyni a cselekményt, hiszen nem, mint mondottam, nem feltétlenül a cselekmény maga a legfontosabb, hanem az, hogy az a cselekmény az milyen módon van színpadra állítva, milyen módon jeleníti meg az adott színházi előadást. Ez egy tökéletes végszó volt, mert hogy én is így gondolom, egy kicsit ha már versről volt szó, beleborzongtam, hogy látván, hogy nélküled éltem, mint tudjuk.
És igen, ott leszünk, és hát invitálom önöket is, kedves nézőink, hiszen aki még nem vásárolt jegyet, lesz rá alkalma bőven, hiszen hány előadás is vár ránk? Május 12-e. Ebben az évadban van 3, május 12 ugye bemutató, arra már nem annyira van jegy, de 21-dik, de még talán lehet találni, 21-én lesz a második, május 21-én és 27-én a harmadik, és hát egy nagy kihívás ugyancsak, hogy megpróbáljuk bevezetni a nyári táncszínházat, most első alkalommal, júniusban, amikor be lehet menekülni, úgymond a hőség elől, és valószínűleg júniusban már azért nagy meleg lesz, egy légkondicionált színházba, és élvezni Shakespeare gyönyörű történetét a Székesfehérvári Balett Színház interpretálásában, ez pedig június 19, 20 és 21-én lesz látható. Várjuk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek bennünket, és ott leszünk természetesen. Köszönjük. Kedves nézőink, Rómeó és Júlia, tehát május 12-én a Vörösmarty Színházban, a Székesfehérvári Balett Színház előadásában. Azt hiszem, hogy érdemes figyelni erre a dátumra, illetve az általunk már itt elmondott többi időpontra is. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!